Többek között az első kocsikereket formázó vasi leletet, fazekas korongon készült kelta edényeket, szépen kidolgozott őskori nyílhegyeket is bemutat az új állandó kiállítás. Változatlanul a séi, a velemi régészeti lelőhelyek állnak a középpontban. A tárgyakat újra restaurálták, felfrissítették, valamint az újabb feltárások eredményeivel is kiegészítették az interaktív, multimédiás eszközöket is felvonultató tárlatot. A Szavária Múzeum méltóságos kulturális közintézmény hívogató fénnyel csalogat, bent tisztasággal, kellemes meleggel fogad. Mindenki az új állandó kiállításra kíváncsi. Csapláros Andrea, a Szavária Múzeum igazgatója, a 33 évvel ezelőtti állandó kiállítás nyitó gondolataiból idézett. Bár a régi tárlat szakmailag magas színvonalat képviselt, mára elavult, felfrissítésre szorult. Tavaly nyáron bontották le, hogy átadhassa helyét az újnak. Puskás Tivadar polgármester köszöntőjében elmondta. Fontos, hogy a szombathelyiek megismerjék a múltjukat, ebben segít az új tárlat gazdag leletanyaga. A kiállítás Vas megye őskorát mutatja be, a legrégebbi tárgy 7500 éves. A kiállításban összesen 533 tétel szerepel, mindez csak töredéke annak, ami mondjuk a mi régészeti gyűjteményünkben fellelhető, mert az nagyjából 1 milliós tételt ad ki. Ebből elég nehéz volt válogatni egy olyan repertoárt, ami aztán tényleg a látogatóknak egy olyan összképet ad, ami szépen bemutatja Vas megye őskorát. Vas megye őstörténetében keveredik az újító szellem az archaikus elemekkel. A sajátos kettőség oka egy erre haladó kereskedelmi útvonal, a későbbi Borostyán út elődje lehetett. Nyilván közel viszi az innovációs centrumokhoz, az akkori innovációs centrumokhoz ezt a térséget is, ami azt jelenti, hogy minden új felfedezésről viszonylag gyorsan értesül. Ennek ellenére, hogy ezek az innovációk viszonylag gyorsan ide kerülnek, viszont van egy sajátos archaikus jellege is ennek a térségnek, amit még most is tapasztalhatunk, sajátos nyelvjárások, sajátos építési stílusok. Az őskori ember hétköznapjai, a hajdani harcászat és a temetkezési szokások is megjelennek a kiállításban. A tárlatpályázati támogatásból a múzeum saját forrásából és az önkormányzat hozzájárulásának köszönhetően jött létre. A tervek szerint egy év múlva a római terem is elkészülhet.